Lámpás emberekre mindig is szüksége van egy közösségnek, a nemzetnek pedig olyan történelmi személyiségekre, akiknek a példájából mindig hitet meríthetünk, mondta Grezsa István kormánybiztos a kárpátaljai Badalóban a település egykori református lelkészének Rácz Miklós tiszteletére állított emléktábla avatási ünnepségen. A határmenti kisközségben 1918-tól 50 éven keresztül szolgálatot teljesítő Rácz Miklós református lelkészt a cseh éra alatt állampolgársága miatt többször zaklatták, majd meghurcoltatásai a szovjet időkben is folytatódtak. A tiszteletest 1947-ben a Badallói parókiáról kiköltöztették. Az üldözések ellenére a református lelkész hitét és magyarságát megőrizte. A Badallóban megtartott ünnepségen az elmúlt 450 év során a településen szolgált 48 református lelkésznek is emléktáblát állítottak. A megemlékezésen Grezsa István kormánybiztos kiemelte, az emlékek megörökítése azért is fontos az Ukrajnában ma nagyon nehéz időket élő magyar közösség számára, mert reményt jelent, erőt ad a hit megtartásához, az anyanyelv megőrzéséhez. Ha valaki 50 esztendeig szolgált, tiszteletet érdemel, de micsoda 50 esztendő 1918 és 1968 között, hiszen amikor minden elveszett Magyarországon, akkor került ide Badallóra, eredetileg Erdélyből már románok által kiűzetve Rácz Miklós nagy tiszteletű úr, és a cseh időket, a újra rövid magyar időket, aztán a szovjet, majd most az egyre nehezedő ukrán idők is arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az ilyen lámpás emberek emlékezetét meg kell őrizni, mert ez ad reményt, hitet és kitartást nem csak ebben a községben, hanem nagyobb léptékben a magyar nemzetnek is. Idén februárban a duplájára nőtt Ukrajnában az importból származó használt személygépkocsik értékesítése az elsődleges piacon 2017 februárjához képest, ami 6166 gépkocsit tett ki. A használt autók forgalmának részaránya a személygépkocsik elsődleges piacának 52%-át teszi ki. Az Ukr Autopromnál a second hand járművek arányának növekedését a használt gépkocsik importadójának, illetve az átlagos ajánlati áraknak a csökkenésével magyarázzák, miután a kedvezmény idén már a 8 éves járművekre is kiterjed. Az Unión emlékeztet, hogy a használt gépkocsik értékesítése az elsődleges piacon Ukrajnában 2017-ben 3,3-szeresére nőtt, 2016-hoz viszonyítva, így 56.744 jármű cserélt gazdát. Jubileumi születésnapját ünnepelte a Magyar Melódiák Kamara Együttes Ungváron. A Magyar Melódiák immár több évtizede Kárpátalja egyetlen hivatásos magyar együttese 1948-ban alakult. Az együttes útját a kezdetektől sikerek fémjelezték. A szovjet érában a kárpátaljai bemutatkozásokat kijevi, moszkvai turnék követték. A 70-es évek derekán újjászerveződött az együttes, amely elsődleges feladatául a zenei anyanyelv ápolását tűzte ki maga elé. 2006-ban a Magyar Melódiák megkapta a Zádor Dezső művészeti díjat. A mostani gálakoncerten tiszta, népi forrásból merített dallamokat, színvonalas Márton István feldolgozásokat hallhatott a közönség. A Magyar Melódiák fő célja a magyar zenei kultúra megóvása és terjesztése Kárpátalján. De nem csak a magyar zenével foglalkozunk, hanem más kárpátaljai kisebbségek népzenéjét is elő szoktuk adni. És nagyon sok szeretettel fogadnak minket, nem csak Kárpátalján, hanem Ukrajna más részein is, mert tetszik nekik a magyar népzene, a magyar zenei kultúra, mert ez mégis más, mint a szláv népeké.